Hát majd elkaptam az agyfaszt ez az erősítővel. Hál' Istennek sikerült megoldani a problémát, hogy ezt mutattam, amikor beüzemeltem, hogy megjelent az iszonyatos nagy digitálizó. Ez egy... Mi a kurva anyja van? Aztán... Mondom, mit csináljak vele? Mondom, mi ez az aj? Honnan jön? Fogtam a izét, ugye egyébként nem az alaplapi hangkártyát használom, hanem ezt a Behringer UCA 222-es interfészt, a másik erősítővel, ugye a régivel eddig nem volt ilyen zaj. Na most, ugye rádugom, összedugom szépen, szóval minden csak jön ez a kurva nagy digitális ciripele, és nem tudom mi a kurva anyja. Hát mondom, mit csináljak vele? Hát mondom, most szar az erősítő, amit vettem. Hát mondom, nem hiszem, hogy szar. Jó, egyébként vissza lehet küldeni 8 napon belül, indoklás nélkül el lehet állni a vásárlást, csak akkor megint ott vagyok a parcokat, nincs megoldva ugye az erősítés. Hogy mit csináljak? Hogy hallgassak zenét? És akkor nézem, kipróbálok egy pár variációt. Ha mondom előbb, ki kéne zárni az erősítőnek a hibáját, mert nem szívesen küldeném vissza, hogy egy hibás az közben, meg nem is az. Nem mondom, kipróbálom a fejhallgató bemenetről, hogyha kiküldöm a kimenetre, akkor is csiripel. Na mondom, akkor most rádugom a izére, az alaplapi hangkártyára, ugye, amit egyébként nem használok, csak a teszt kedvéért, hogy mondom, az alaplap a szar, vagy a számítógép. Rádugom az alaplapi kártyára, azon is csiripel. Mondom, ezzel azt bevásároltam. Jó. Na fogtam, ide lecsügöltem az egész lomot, az egyik hangfalat csak, az egyiket, végfokot ide, nekiálltam itt térdepelni, kábelt húzgálni, itt rákötöttem a DVD-re. Na mondom, meglátjuk, hogy a DVD-n hogy szól. Tendítom a DVD-n a plüszét, lejátszás, gyönyörűen szól, zaj, nuku, semmi. Na mondom, akkor még megnézzük egy harmadik forrásból. Idehoztam a laptophoz, a laptopnak ugye igaz nincsen más kimenete, csak a jackes fejhallgató kimenet, na de hát meghajtásnak az is jó. Rádugom szépen a laptopra, gyönyörűen szól, semmi zaj. Hát mondom, akkor mi a kurvanya, csak pont ott nem fog működni, annál az asztalnál. Igen, pont annál az asztalán. Közben meg már a PC fórumon már feltettem a kérdést, hogy segítsetek már, mit csináljak, mert már nem tudom. Na. Meg már a izébe is, az IT Café házi mozi rendszer topikjába is beraktam ugyanazt a kérdést. Belinkelgettem a cuccokat, még hangmintát is csináltam, felvettem, hogy csiripel, hogy mit csinál, hogy hallják, hogy mi ez. Na, aztán ugye amire gyanakodtam, az bekövetkezett, itt valószínűleg van egy földhurok. Na most én nem vagyok villanyszerelő, nem vagyok elektronikai szakember, nem tudom, hogy mi az a földhurok. Olvastam már róla egy párszor, de nem bírom megérteni, tehát nekem ez magas. Nem tudom, mi a földhurok. Az a lényeg, hogy a számítógép mögött, tehát ott annál a falnál van egy konnektor. És arról az egy konnektorról van minden lehajtva. Tehát le van hozva róla egy elosztó, egy négyes elosztó, ami az asztal aljára van csavarozva. Arról a négyes elosztóról elágazik még egy-egy külön négyes hatos elosztó, ugye, mert kell sok mindenhez, basszus cucchoz, kell a basszusgitár effektpedálhoz is kell egy konnektor az erősítőnek, egy konnektor ugye a számítógép tápjának, egy konnektor a monitor meghajtásnak, szóval sok kell. Na. És ugye ebbe a rendszerbe lett ledugva az erősítő is, és rögtön ugye, ahogy rádugom a helyzet, az egyszer, és földhurok van, amit elvileg meg lehet szüntetni D-box-szal, vagy más cuccnak, nem tudom, a hálózatba rakásával, de én egyelőre úgy oldottam meg, mert nekem se D-boxom, se hozzáértésem, se semmi, úgy megpróbáltam egy másik konnektorról meghajtani. Azt viszont csak ilyen fapados módon tudtam megcsinálni, mert másik konnektor a szobában csak itt van, az ágy mögött, a falnál, és ez van ide kivezetve,
ugye itt az ágy alatt látszik egy elosztóval. Csak azért, hogy ez a laptopnak legyen tápellátása, mert ugye a laptopnak az aksia az már réges-régen szar. Meg itt szoktam a telefont is tölteni, itt vannak a töltők, meg a izék, akkor majd meg kell nézni, hogy mit húzzunk ki, hogyha nem mondjuk ez a lámpája, úgy látom ez a laptopnak a tápellátása, úgyhogy majd a lámpát kihúzgáljuk, hogyha aksit akarunk tölteni. Vagy az aksit, azt továbbra is lehet tölteni a izéből. Az asztali akkumulátorból. Tehát arra jó. Úgyhogy, hát most nem egy elegánsabb megoldás, mert ilyen hosszú-hosszabbító nincsen, tehát azért az erősítőnek ott van a helye az asztalon, konnektor meg emit van. És van itt egy ilyen 6 méteres, az mondjuk csak egy hosszabbító, mert egy csatlakozó van a végén. Azt a fürdőszobából beerheltem ki. A fürdőszobába meg erről szokott menni a télen ez a hőlékbefúvó, ez a fűtés. Úgyhogy most jobb megoldást nem találtam, leszúrtam ide, aztán nagyon rondán itt keresztül vezettem a szobán a szőnyeg alatt, hogy elérjen odáig, és rá tudjam szúrni az erősítőt, és akkor, ahogy rászúrtam az erősítőt, csodák, csodája, megszűnt ez a kurva zaj. Na, úgyhogy ideiglenesen át van hidalva, majd azt fogom csinálni, hogy szerezni kell egy ilyen hosszabb bitót, vagy csináltatni valakivel, ami elég hosszú, hogy itt a szobán körbe tudjam vezetni, mert ugye az erősítőt azt oda kell dugni. Elő nem tudom áthúzni, mert ugye itt az ajtó van, tehát az ajtó előtt nem húzhatom át a kábel, mert akkor keresztül esünk benne. Itt lehetne csak körbe húzni, ugye az erkély felé, így körbe a szobán, de hát tudom, hogy kéne, vagy nem tudom, 12 méter kábel, vagy mennyi. Tehát mindenképpen erről a konnektorról kell használni, ha csak nem tud valaki rá egy jobb megoldást, hogy lehet másképp ezt a zajt megszüntetni, ezt a földhurokszerű. Nem is biztos, hogy földhurok, csak nagy a valószínűsége. Én ugye ezt valószínűsítem. Na de az a lényeg, hogy végre most már valahára megvan az új erősítő, hogy most már olyan 2 hét, 3 hét nélkülözés után, már most nem tudom pontosan, mikor halt meg a másik, majd visszanézem a videók között, szóval most már újra tudok zenét hallgatni, meg az a lényeg, hogy most már jöhetnek a zenészfiúk is, mert lehet felvételt csinálni. Van végfok, hál' Istennek hangerőtartalék, az kurva sok van benne, mert 45 wattosak a ládáim, elvileg, ez pedig 50 wattos, tehát, de nem az, hogy nem kell kicsontolni, nagyon pici, a harmadik fokozatig tekerem fel, éppen, hogy adok rá hangerőt, azt úgy üvölt, mint az állat, majd letépi a fejem. Úgyhogy meg vagyok elégedve a hangjával, van rajta egy magas, meg egy mély hangszín, azzal szépen ki tudom emelni úgy a hangképet, ahogy én már megszoktam a másik erősítő, gyönyörűen szól. Sőt, még előre bocsátom, hogy még jobban hallom ezeket a durva tömörítési zajokat, például MP3 esetében, amit a régi fajta erősítőnél annyira nem hallottam, és annyira nem zavart, mondok ezek a kvantálási zajokat. Ugye az MP3-ban, meg a tömörített állományokban, és azért ennek a hangján már sokkal jobban hallatszik, tehát na, modernebb egy kicsivel, és ilyen kompakt az egész cucc, nagyon örülök neki, valahogy már végre sikerül elrendezni úgy a cuccot, hogy el is férjek, lehet a monitort egy kicsit el fogom tolni balra, mert ugye most fizikailag nem középen van se a billentyűzet, hanem kicsit így félre nézve. És akkor, na nézzük, próbáljuk is ki. Kicsit zavar éppen, hogy itt a szőnyegen taposok végig a kábelen, mert ugye így lett kivezetve, itt megy végig, most ahogy itt
Megyek rajta. Itten. Kicsit kipuposodik a szek a szőnyeg. És akkor ott megy. Oda van bedugva az erősítő. Hát egyelőre jobbat nem tudok. De van nekem Pisti barátom, aki ugye hangtechnikus, meg elektronikába jártas, meg minden, aztán majd vele kitaláljuk, hogy mit hogyan lehet összehozni, úgyhogy úgy kábelezni a dolgokat, hogy jó legyen. Most jut eszembe, hogy van még egy konnektor. Uh-huh. Itt van egy konnektor itt a tévé mögött. Nem is emit. Amire a tévének a hosszabbítója van szúrva, csak ugye az is megint tele van. Mert úgy látom, hogy egy szabad hely van rajta. Na akkor az lesz kipróbálva. Ebben hosszabbítom, van egy szabad hely, rajta van a DVD, az Aura, meg a TV. És még van rajta egy szabad luk. Na akkor ezt innen ki fogom húzni, és akkor átdugom oda. És akkor nem kell itt a szőnyegen bukdácsolni, hogy alatta van áthúzva a kábel. Na, egyelőre ennyi, megvan az erősítő, örülök, nagyon szépen szól, frankó működik, még hely is támadt az asztalon, úgyhogy... Öröm, boldottá!